szoprán. Mezzo. Én elmentem a vásárra fél pénzzel. És alt. Három női hangfaj, amelyek szerint a női énekhangokat megkülönböztetjük. Persze a dolog nem ilyen egyszerű, hiszen ezek az osztályok az idők során további alkategóriákra oszlottak. Sőt, manapság a határok sok esetben el is mosódnak. A szoprán hangfaj az a legmagasabb női hangfaj. Ez dúsabb, vagy olyan bársonyosabb, ugye szokták mondani, hogy mintha egy ilyen jó vörösbort kóstolgatna az ember, amikor egy mezzoszopránt hallgat. Külön kell választani, hogy az oratórium, tehát a koncert életben valaki altista, vagy az opera színpadon. Szerintem nem fedi teljesen a kettő egymást, és mivel én rengeteg koncerten énekelek, mint oratórium énekesnő, ott ugye teljesen egyértelmű, hogy négy szólista áll a színpadon, a zenekar és a kórus előtt, egy szoprán, egy alt, egy tenor és egy basszus. És szerintem ezért terjedte rólam, hogy alt lennék. Az opera énekesnői sem nevezték meg magukat egyértelműen szopránnak, mezzónak vagy altnak. Pályájuk során mindannyian szerepek széles repertoárját éneklik, kitolva ezzel saját hangfajuk határait. Abban mindannyian egyetértenek, hogy az a legfontosabb, hogy hol ül egy szerep, vagyis hol kell benne a legtöbbet énekelni, mert abban a hangterjedelemben kell, hogy jól érezze magát az énekes. Szemerezit a saját magát lírai szopránnak tartja, koloratúr készségekkel, vagyis képes a legmagasabb női szólamokat is megszólaltatni. Az általa megformált karakterek természetesen tökéletesen illenek hangjához, de egyben saját karakteréhez is. Általában a cserfes, jókedvű, vidám, ritmikusabb, gyorsabb dallamokat vezető, és ez ugye a karakterben is ennek megfelelő szerepeket szokta énekelni. Egy szoprán az általában a tenoristának a nagy szerelme, és akkor az életüket és a vérüket adják egymásért az opera végére. Egy mezzó, az viszont lehet egy kis cselszövő, kis ármánykodó, kis boszorkányos. Persze, hogy ő is a tenorba szerelmes, de hát sajnos nem jön össze neki. Melát Andrea mezzoszoprán, tehát hangfekvése a szopránnál mélyebb, az altnál magasabb. Női középhangként is szokás emlegetni. Az ember azt gondolhatná, hogy ez a szopránnak egyfajta válfaja, egy ilyen B kategória. Nem, ez egy külön hangfajt képvisel. Női hangoknál talán nem válik el ennyire hangszínben, de mindenképpen az előadás módja és az a hangterjedelem, amiben ők kényelmesen és drámaian tudnak énekelni, az élesen elválik egy szoprántól. Gál Erika szintén mezzoszoprán, de ennek ellenére a kontraalttól, vagyis a legmélyebb alttól a szoprán szerepeken át szinte mindent énekelt már. Különböző lágék közötti átmenetet úgy megcsinálni, és úgy kiegyenlíteni, hogy ne legyen benne törés, hogy tényleg olyan támasszal és olyan, ezt úgy hívják, hogy mix, olyan keveréssel, a fejrezonancia és a mellrezonanciának a keverésével, hogy ez ne törjön három helyen egy mezzó hangja. Sök Atala rengeteg koncertelőadáson lép fel, ahol a négy szólista közül ő az alt. Így könnyen beskatujázzák, annak ellenére, hogy mint operaénekes, ő saját magát mély mezzónak tartja. De számos szopránokra írt szerepet is énekel, és Wagner mezzó szerepeiben is láthatjuk úgynevezett Wagner szopránként, ahol a mély és magas hangokat is ki kell tudni énekelni, a megfelelő drámai erővel párosítva. Mondjuk én nagyon szeretek énekelni opera szerep és kontra altnak minősül, tehát az azt jelenti, hogy még az altnál is mélyebb, az a Székelyfonó, Kodály Székelyfonójának a háziasszonya. De egy átlag mezzónak én azt gondolom, hogy mondjuk a kényelmesen, amit énekelni kell, az egy egyvonalas C-től kétvonalas G-ig terjed, plusz mindkét irányba egy terc, aminek birtokába kell lennünk.
Manapság már nincsenek kőbevésett szabályok a hangfajokat és szerepeket illetően. Sokszor egy rendező víziója, ízlése dönti el, hogy ki énekelhet el egy szerepet. A hang pedig adottság, de tudatos és szorgalmas munkával, bizonyos keretek között fejleszthető.